A Pécsi Tudományegyetem Szekszárdi Karára az első fordulóba összesen 197 hallgató nyert felvételt, ami megfelelt az elképzeléseinknek, mondta Szécsi Gábor dékán. Hozzátette, továbbra is a pedagógiai képzés marad a kar legfontosabb irányja a képzési portfólióban. Amit meg kell teremteni, amit újra kell építeni, az nyilván elsősorban a kar képzési kínálatának bővítése, a kar képzési portfóliójának gyarapítása, mesterképzésekkel, doktoriskolai programmal, stb. A jövőről szólva mondta Szécsi Gábor szerkesztőségünknek a beiktatását követően készült beszélgetésben. A mostani beiskolázási számok megítélése szerint ezt a meghatározott célt tükrözték vissza. A mostani felvételi eredmények egyértelművé tették, hogy a jövőben akkor működhet fenntartható módon, hogyha a képzési portfólióját, kínálatát bővíteni tudja. Ennek a képzési portfóliónak továbbra is megingathatatlan pillére a pedagógus képzés, az alsófokú pedagógus képzés, elsősorban az óvodapedagógus és tanítóképzés, ezt erősítenünk kell a jövőben, de újabb elemek is meg kell, hogy jelenjenek a kínálatban. Ezek elsősorban a mesterképzések, melyek a meglévő alapképzésekre épülhetnek. Ami speciális lehet a jövőben, az az angol nyelvű óvópedagógiai oktatás, amire már most 6 kínai egyetemista is jelentkezett. Szécsi Gábor azt mondta, várhatóan a jövő év elején életbe lépő rendelkezés, mely a legalább középfokú nyelvvizsga megjelenését irányozza elő a főiskolások számára, újabb feladatot jelent a kar számára, aminek levezénylésére már az első lépések is megtörténtek. Ennek megfelelően azok számára, akik a szekszárdi kart jelölik majd első helyen, idegen nyelvi képzést szerveznek. A hazai felsőoktatási trendeket figyelembe véve, összességében elégedettek lehetünk a 2019 évi felvételi eljárás eredményével. A számok alapján továbbra is életképes marad a szekszárdi kar, mondta Szécsi Gábor.